Bodrog és a Tisza közötti alföldi jellegű kistájat, amelyet északról a Latorca folyó határol el a szomszédos területektől, Bodrog köznek nevezzük. A térség meghatározásában és történetében a folyók fontos szerepet töltöttek be, sokszor nehéz helyzetbe hozva az itt élők életét az évről évre ismétlődő árvizekkel. A krónikák sok évszázad árvizejelzővel illették ezen természeti jelenségeket. A mértékét sok minden befolyásolta, hiszen a folyószabályozás, a töltésépítések miatt mindig változó folyómeder és árterület fogadta a Bodrog vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiséget. Szorítógát, ellennyomó medence. Ellenségünk a buzgár, homokzsák töltés a Krizsányjáróban, Pátria lemezverés. Néhány emlékezetes kép az 1967-es hatalmas árvízvédekezésből, mely akkoriban az évszázad árvízének minősült, és elvágta az összeköttetést Sátoraljaújhely irányából a Bodrog közfelé. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság fényképalbuma sok érdekességet mutat be, melyen napjainkban szerencsére már nem nagyon találkozhatunk, hiszen a megépített védelmi rendszer nagy biztonságot ad az itt élő embereknek. Az árvizek során sokat szenvedett Felső-Berecki, melyet a 19. század végéig mocsaras, nádas, lápos vidék vett körül. A faluban élő emberek tették termővé, legelővé, hogy megélhetést biztosítson számukra. Első temploma egy fából készült római katolikus templom volt, amit árvíz pusztított el. Manapság a községet gátrendszer védi az ismétlődő árvizektől. Felső-Berecki legnagyobb kincse a Bodrog árterének természeti értékei mellett a Felső-Berecki főcsatorna torkolatánál található Gróf Majláth József szivattyútelep, mely a belvizek levezetésével segíti az itt élő emberek megélhetését. A Wikipédia így írja le a település rövid történetét. Nézzük hát ezt a nevezetes szivattyútelepet, mely ipartörténetünk és Felső-Berecki nevezetes létesítménye, hiszen a község szívében terül el. Az épület T-alaprajzú. A T-alak szárában helyezkedik el a két darab Schlick-Nicholson típusú kazán, melyek napjainkban is üzemképesek lennének csökkentett gőznyomással üzemelni. A kazán téglás felépítménye teljes épségben maradt meg az utókornak, melynek tetején a biztonsági szelepek helyezkednek el. A szenet egy külön tárolóból kellett a kazánhoz szállítani a fűtőknek, melyek érdekessége, hogy a trianoni diktátum után a nemzetközi egyezmény alapján a szenet Csehszlovákiának kellett biztosítani. A szivattyútelep történetéről a Törzs lapja ad hiteles információt, melyből megtudhatjuk többek között a kazánra vonatkozó adatokat, mely szerint a gyár 5000 kalóriás tatai diószenet írt elő, ám szükség esetén a borsodi darabos 3400 kalóriás szénnel is működtethetőek a kazánok, melyek 360 kg-ot fogyasztottak óránként. A szivattyúk életük során talán kisebb-nagyobb tavat megtöltő vízmennyiséget emeltek át a Felső-Berecki főcsatornából a Bodrogba, ám munkás életüknek szinte nyoma sincs külsejükön, mely elsősorban a gondos személyzetnek köszönhető. A szivattyútelep 1896-ban létesült 180.560 forint összegben, mely két darab egyenként 1,25 köbméter per szekundum teljesítményű Schlick-Nicholson típusú vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú egységből állt.
A meghajtógépek Schlick-Nicholson típusú fekvő stabil beépített gőzgépek voltak, amelyek 1110 kg gőz per óra teljesítménnyel rendelkeztek. A termelt gőz 169 Celsius hőfokú és 8 atmoszféra nyomású volt. Ha valaki többet akar tudni ezekről a patinás gépekről, akkor ismét az 1949-es leltár alkalmával kiállított törzskönyvet kell fellapozni. A gépek egyenként, percenként 110-120-as fordulatszám mellett 1,25 század köbméter vizet emeltek vissza másodpercenként a főcsatornából a Bodrog folyóba. Átlagban 488 órát üzemeltek évente. Az 1941-es év bizonyára az évszázad egyik legnagyobb belvizét hozta, hiszen 172 napon közel 2400 órán keresztül működtek a berendezések. Hibátlan működéshez kiváló szakemberekre volt szükség, melyek között a fűtők gondoskodtak a kazánokban a megfelelő gőznyomás előállításában, a gépészeknek pedig az üzemeltetésben volt fontos szerepük, hiszen ezeknél a gépeknél mindent mechanikusan vezéreltek, így a csapágyazások, forgómozgó alkatrészek állandó olajozást, kenést igényeltek. Természetesen erre vonatkozóan is találhatunk utalást a törzskönyvben, mely 6-os, 7-es henger olajat írt elő, és az üzemi készenléti anyagoknál grafitos tömítőanyag, rongy, olajozó és klingerit szerepel még a listán. A gépek, berendezések napjainkban már csendben hirdetik a magyar gépgyártás dicső korszakát. Szerencsére épségben megmaradtak, ellentétben sok szétbontott, szétvágott társukkal. Az ipartörténeti védettség alatt álló gőzszivattyútelep a turisták számára is látogatható, akik a vendégkönyv beírása alapján érezhetően csodálattal szemlélték a berendezéseket. A Felsőbereckiben található gőzüzemű szivattyútelepet is elérte a technika fejlődése, melynek során modern villamos üzemű berendezések váltották fel. A szivattyúház azért tudta átélni a fejlődés által diktált változtatásokat, mert az új szivattyúkat nem az épületben helyezték el, hanem egyszerű megoldással a két csatorna közé beépítettek egy átemelő csőszerkezetet, melyben a vizet elektromos motor által működtetett szivattyú mozgatja. Szerencsésnek mondhatjuk az akkori tervezők elképzelését, mert sok régi berendezés került annak idején a megsemmisítés sorsára. A szlovák területekkel együtt 30,4 négyzetkilométer terület belvízmentesítését képes szolgálni a négy darab elektromos szivattyú, mely 360 kW teljesítmény mellett két köbméter vizet tud átemelni másodpercenként 9 méteres magasságban. Ezen adatokat látva bizony elgondolkodtató, hogy milyen fejlődést hozott az elektromosság az élet minden területén, és mennyivel megkönnyítette az emberek munkáját. A szivattyútelep történetéhez tartozik még az a zsilipkapu, mely a főcsatorna és a Bodrog közötti szakaszt zárja, illetve nyitja. Ezt a mechanikus szerkezetet is a Schlick vasöntőde és gépgyár gyártotta, mely időtálló szerkezetnek bizonyult, keményen állta az árvizek, belvizek megpróbáltatásait. Ennek a zsilipkapunak egyik funkciója, hogy a Bodrog esetleges magasabb vízállása esetén a Felsőbereczki főcsatornán keresztül a Karcsa Pácintó vízpótlása is megoldható. Így néz ki a gróf Majláth József szivattyútelep, mely őrzi a múltat, szolgálja a jelent.
A védműveknek, a vízügyi szakemberek hozzáértésének köszönhetően napjainkban nyugodtabban hajthatják álomra fejüket az itt élő emberek. Persze a természet tartogat még meglepetéseket, mint ahogy az utóbbi évtized néhány éve is megmutatta.